Sziasztok, üdv újra mindenkinek! Itt újra Spetyka jelentkezik. Ebben a mapper iskola részben bemutatom, hogy hogyan lehet egy adott már félig kész pályán környezetet változtatni, illetve hát napszakot. Plusz, hogyha nyilván, hogyha vannak letöltve modok, gondolom azokat is bele, de ezt még nem próbáltam TM2-ben. Én csak a normál stadionosokkal, az alap 4-jel dolgozom. Plusz földíszítjük az előző részben bemutatott, elkészített pályát. Na hát akkor menjünk is a szerkesztők részben a map betöltésére, mivel hogy ugye már készen van egy pályánk. Nekem nem a My Maps-be, hanem a fölé van egyel, itt van. És akkor, tehát mielőtt rámegyünk a nevére, úgy megyünk rá, hogy lenyomjuk a Ctrl-t, és úgy kattintunk rá. Most jelenleg ez olyan, mintha kontroll nélkül csináltuk volna. Semmi extra. Rámegyünk arra, hogy szerkesztés. Itt viszont már fölajánlja nekünk, hogy milyen napszakban legyen. Tehát a díszítés kiválasztása, napkelte, nappal, napnyugta, éjszaka. Habár mondjuk mi maradunk most a napnyugtánál, ha már egyszer így kezdtük el csinálni. Nos, ugye itt van a pályánk. A díszítésről annyit érdemes tudni, meg megjegyezni, hogy sosem jó, hogyha nagyon sok díszítés van egy adott pályán, mert akkor elkezd iszonyatosan laggolni, eszi az FPS-eket, és ez nem jó. Nyilván alapból az éjszakai és a naplementei eszi a legtöbbet, amúgy a gépből, mivel hogy itt vannak a legerőteljesebb árnyékok. Szóval ezeknél még inkább érdemes óvatosabban bánni vele. Nos, amit én az első pályákról ellestem, így díszítés terén, az, hogy igazából viszonylag egyszerű. Tehát, ha közelebbről megnézzük, akkor nincsen sok díszítés rajta általában, inkább az, hogy összefüggő és szépen körbeöleli a pályát. Szoktak lenni ezek a kis peremek ide kanyaroknál, ezt mondjuk én annyira nem szoktam használni, szoktak lerakni ilyen kis ója valamiket, különböző magasságokat. Ugye ezt azzal tudjuk a magasságát állítani, hogy minél magasabbra húzzuk a görgővel az egészet. És ha már mondjuk zöld a pálya neve, akkor ez legyen most zöld. Oké, a TM-nek egy bugja az, hogyha ilyenkor rányomsz még egyre, nem, akkor ez csak forever-nél van, akkor nem szóltam semmit. Rányomunk újra, hogy zöld. Így is van. De egyébként ilyenkor, hogyha átszíneztél egyet, akkor onnantól kezdve, hogyha leraksz még egyet, akkor azt alapból olyan színnel csinálja meg. De most mi nekünk annyi már nem kell ebből. Ugye itt van ez a hatalmas nagy szép Zeppelin. Ezt mondjuk annyira nem szoktam használni, Dirtnél szoktam ezeket az elemeket használni, de ezt majd a Dirt pályánál. Én szoktam rakni rá ilyeneket, mert jól néz ki. Mikor, miért. De most lehet, hogy ezt hanyagoljuk igazából. Vagy ide rakjunk egyet, nem, most hanyagoljuk. És a legtöbb ESL és hasonló kompetitív pályákon ezeket, illetve tehát itt a 8-as részben lévőket szokták legtöbbet használni. Tehát itt ezeket az útelemeket, ezeket amiket ide is raktam. Tehát ebből szoktak ilyen gombákat létrehozni, meg hasonlók. Most leraknak egy ilyet, leraknak alá egy ilyen kis csövecskét, és kész a gomba. És egészen kulturáltan néz ki, nincs túlízítve, semmi. A díszítésnél egyébként, hogyha nem akarjátok túlzásba vinni, alapvetően mindenképp arra kell figyelni, hogy a pálya környezetébe építsetek, és figyeljétek meg azt, hogy a játékban mi az a rész, ami például hangsúlyos. Tehát például itt a kanyarok végénél. Tehát a kanyarok belső fele az nem árt, hogyha nincsen teleépítve, mert legalább beláthatóbb a kanyar egy kicsivel, meg azt úgyse nagyon nézi senki. Meg például most, hogyha ide építünk egy jobb kanyarnál, azt szerintem a kutya nem fogja figyelni. Tehát ez például a tábláknál, amelyik mutatja, hogy merre kell menni, kiemelten fontos. Tehát én például szoktam még olyat is csinálni. Most akkor csinálunk egy ilyet. Ezt így ide fölrakjuk. És ide így behúzzuk a pálya fölé, mert ezt meg lehet csinálni. Átszínezzük,
Egyébként a TM2-ben kétféle táblatípus van, ugye most nekünk a balos kell, vagyis left. Van egy ilyen alap, amint csak rajta van ez például zöld alapon van, de ez például kék. És ez a hagyományos TMF-ből is ismert neonos, vagy ledes, vagy nem tudom, inkább ledes panel, ami így mozog. Én ezt szoktam használni, ez szerintem szebb. És jobban mutat. Valamint figyelem fel kell több. És ugye bármivel, hogy így jön az út, akkor ide rakjunk valamit. Mondjuk akkor csináljunk egy olyat, hogy lerakunk egy ilyet. És mondjuk még ide rakunk mellé egy ilyet is. És ezt összekötjük. Meg ide rakunk egy ilyet. Mert miért ne? Tehát ilyen kis apróságokat szoktam lepakolgatni. Nem érdemes nagyon túlbonyolítani, mert akkor tényleg mondom, hogy csak laggolni fogsz föl alá rajta. És amin pedig már hitelesítés közben laggolsz, az másnak, akinek esetleg gyengébb gépe van, annak pedig katasztrófa lesz. Hidd el, tapasztalat. Nem tudom, ide mondjuk rakunk föl egy ilyen elemet. Csak ugye itt a másik irányba. A másodikat választjuk. És ugye bár ez ilyen multifunkciós lesz, mert erre jön a pálya is, hogyha valaki észreveszi, akkor annak is jó irányt fog mutatni. Mert ugye bár ennél az elemnél tudni kell, hogy mindig egy irányba mutat, mindegyik jobbra mutat, ami mondjuk néha hátrány és néha takarni kell ezáltal. De hogyha nem akarjuk, hogy ez így látszódjon, már pedig most úgy lesz megcsinálva. Mert én most úgy gondolom, ezt kivesszük innét. Berakunk egy olyat, tehát itt ennél figyelni kell, hogy melyiknek merre van pöcke. Tehát attól függetlenül, hogy nincsen hozzá kapcsolat, azt a pöcköt megcsinálja. Tehát... És arra érdemes figyelni, hogy az ilyeneket is csak úgy lehet egymásból húzni. Tehát most van egy ilyen, tehát ezt például de lehet húzni. Akkor ez sem olyan már, mint a Foreverben, mindegy. És akkor még, ugye itt kell egy olyan, aminek lefele pöcke van. Így. És akkor kész az a táblánk. Szerintem egészen jól néz ki. Jó. Ugyebár itt jövünk. Akkor ide is jól jöhet valami. Ide viszont lerakunk egy ilyet. Mert. Tehát ez egyébként tényleg olyan, hogy ez egyéni ízlés kérdése, ki mennyire szépítgeti a pályát, ki mennyi időt fordít rá. Én azért régebben nem nagyon szoktam, mostaniban már inkább odafigyelek rá. Mert azért már kaptam kritikát ez miatt, hogy eléggé ilyen olcsó kinézete van. És hogy azért ne a levegőbe lógjon, rakunk alá ilyet. Hát, inkább mégsem, mert nagyon nem illik bele a környezetbe. De mindegy, tehát így ahogy jön a kocsi, nézzük meg, hogy eddig hogyan néz ki a pálya. Ott már ott van a nyíl. És egyébként már látszik, hogy nem lesz olyan sivár, mint eddig volt. Szerintem kimondottan jól néz ki eddig. Ott nem volt árnyék számítva, nem tudom miért. Ide is majd rakunk szépen valami kis díszítést, és szerintem elég jól fog kinézni. Ugye nézzük meg, itt az a fehér, vagy mi zöld valami, itt ez szépen lekeríti az egészet. Úgy vezeti az ember szemét, hogy igen, arra kell menni, és én meg most itt belebújtam. Tök jó, belülről látlátszó. Ez olyan, mint a rendőrségi üveg a kihallgató szobákban. Nem tudom, mi annak a neve. Na mindegy. Egyébként magát a startot általában nem szoktam annyira dekorálni. Szerintem fölösleges. No, egyébként még mielőtt elfelejtem, rakjunk le egy dobogót. Hát hova? Mondjuk ide a pálya közepére.
És ugye ezen fognak állni. Nem, ez így nagyon a közepén van. És hülyén is mutat. Ide rakjuk le mondjuk. És akkor ez plusz egy olyan díszítés is, hogy ugye így jön le. Ide rakunk majd elé valami kis terelő elemet, és akkor egyből oda vezeti a szemünket, hogy arra kell menni. Arra, nem arra, hanem arra. Nem arra, hanem B-re. Akkor egy ilyet lerakunk. Egyébként ez az olyan színűre teszi, mint az előző volt. Ez azonnal elveszik, amint nyomunk egy hitelesítőkört rajta. Tehát utána újra kell festeni, de hát szerintem annyi baj legyen. Ezt inkább nem így rakjuk le. Mert ugyebár ennek az elemnek van vízszintesen iránya, látható, így kisebb az esélye annak, hogy valaki is fönnakad benne, viszont most látható, hogy ugye az előbb azt átszíneztük, és ezáltal most úgy mutatja. Na de folytassuk rendesen a pálya irányával megegyezően. Na, akkor mondjuk, ide rakjunk egy ilyen gombát, mert most egy ilyen gomba. Hogy legyen egy ilyen, nem, gomba lesz. Az olyan kis aranyos. Igen, nem mindig akar engedelmeskedni itt az egerem. Van ugye alig ugrik. És akkor ugye itt följövünk jobbra. Most ide is valamit még ki kéne találni. Rakjunk ide egy ilyet. Hát nem sok minden látszik belőle, de miért nem? Pont annyira fogja kitakarni az út, hogy még nem lesz annyira feltűnő és zavaró. Olyan jó. Szerintem. Habár, hogyha ide rakjuk a kocsit, akkor meglátjuk, hogy mennyi látszik belőle. Pontosan sem ennyi, de nem baj. Úgyhogy ez igazából egy fölösleges elem. Fölösleges rárakni, nem mozogjon nekünk, akkor az úgy lesz, nem baj. És, mivel hogy ezek így itt összeérnek, miért ne csinálnánk meg úgy, hogy ezt így összekötjük. És ezáltal mégsem egy ilyen teljesen elszaparált díszítés lesz, hanem egy picikét ez is rendezettebb külsőt tud neki kölcsönözni. Jó, akkor jöjjünk ide. Itt mondjuk az út miatt, ami fölötte megy itt ez a cél rész, ez picikét nehézkesebb rész lesz. Itt így látszódik valami? Vajon? Nézzük meg. Aha, látszódni fog, hogyha oda fölrakunk egy táblát. Nagyon szuperül. Már mondjuk elég messze lesz, úgyhogy nem tudom, ki fog rá figyelni, annyi baj legyen. Aki nagyon fürkészi majd a pályát, hogy merre kell menni, az észre fogja venni szerintem. Csak ugye itt ez, útban van ez a fehér rész, nem baj. Ez annyira nem fogja befolyásolni. Azt mondjuk a másikat, azt visszarakjuk, de az nem kellett. Nem volt életbevágó. Plusz egyébként lehet, hogy mindjárt azt is átrendezzük egy kicsit két ezt a tetőrészt, de előbb ezt ugye jobb oldalira váltjuk. Mert egyébként én szeretem ezeket a tetőket, lehet, hogy majd ide is rakunk mindjárt egyet. Habár mondjuk napnyugtánál annyira nem szerencsés, mert ugye rengeteg árnyékot ad. Ami a valóságban jó, mert egy picikét hűs van így a nyári nagy melegben. De itt a TM-ben az általában csak laggot szül. Jó, igen, tehát akkor ez így megvan. A
már ez kicsit magasabban van, mint szeretném. Így. Így, né? Alóla kiszedjük. Tehát ugye alapvetően alatta kék maradt, tehát nagy módosítást nem hajtottunk végre a pályában. Még egyébként ilyenkor arra kell figyelni, hogy van, hogy duplának érzékeli a kattintást, és akkor az esetlegesen alatta lévő útrészeket is kiszedheti. Erre azért érdemes odafigyelni. No, hát akkor ugye már itt vagyunk. Itt jövünk erre. Azt mondja, hogy ide akkor lerakunk most már tényleg egy kis gombát. Egyébként gombának hívom ezt, aminek csak így van egy ilyen teteje, meg van egy szára. Tehát nálam ez a gomba. Hivatalos megnevezés kétlem, hogy lenne rá. Azt mondja, hogy akkor csinálunk itt egy ilyet. Így, itt legyen egy ilyen fölfelés, amit összekötünk egy ilyennel. És csatolunk rá, erre, ide mondjuk egy ilyet. És akkor ez így jó. Mert miért ne lenne jó? Célnak megfelel, nem üres, kész. Na nézzük akkor eddig, hogyan néz ki a pályánk. Egyébként nekem kimondottan tetszik, hogy ott a távolban látni a célt is. És így mutogat is rá a nyíl, holott egyébként azt nem úgy terveztük, tehát ez csak ilyen véletlen. Az úgy hajtja az embert, hogy igen, oda el kell érni. Egyébként mivel viszonylag azért mégiscsak sok díszítő elem lesz rajta, lehet, hogy átrakjuk nappalira. De egyébként egészen jól néz ki, szerintem nézzük meg. Itt ez a rész nem üres. Itt is ez is, maga a pálya is díszíti. Látható a nyíl. Ide egy kicsikét valamit majd még rakunk. De egyébként itt sem üres, de azért majd ide is valamit még körbe rakunk a peremére. Meg ide talán. Tehát így a végére még egy picikét pakolászunk. De alapvetően szerintem alakul. És egészen szép lesz a mi kis pályánk. De egyébként ez tényleg annyira egyéni ízlés kérdése, hogy kinek mi a szép, meg hasonlók, hogy ezen, hogyha valaki azt mondja, hogy ronda, azon sem fogok elkezdeni vitatkozni. Mondjuk ide rakunk egy ilyet. Tehát ez szigorúan olyan rész, ami én így építem föl a díszítést. És hogyha valaki teli akarja rakni csak kaktusszal, vagy ezzel a fehér pavilonos valamivel, lelke rajta, tehát ki hogy gondolja. Akkor ez alá berakunk egy ilyet. És ugyebár a folytonos utasat. Na, itt viszont látszódik az, amit az előbb azt kezdtem el mondani, hogy DMF-ben még úgy volt, hogy például ebből így, de ki lehet húzni. Így is. Akkor tényleg semmi. Mert DMF-ben úgy volt, hogy a különböző ilyen utas elemekből nem lehet kihúzni, a másikat csak bele. De mondjuk ezt megcsinálhatjuk úgy is, hogy mondjuk... Így. Meg ide ezt így lehuppantjuk, és akkor ez is még össze van kötve. Mert why not? Magyarul vajos, magyarul.
Hát lerakunk mondjuk ide is egy gombácskát. Sőt, a gomba közepéből jön majd ki még egy gomba. Csak annak lefelé lesz a feje. Mondjuk ilyen gombát én még nem láttam, de nem baj. Ugyebár itt ez annyira nem tűnt sivárnak, inkább még itt ez a kanyar az, ami a teteje egy picikét annak tűnt. De ezt akkor megoldjuk már is. Mióta díszítgetünk? Nézzük meg. 20 percet, tehát gyakorlatilag a díszítés közel annyi lesz majdnem, mint maga a pálya készítése. Azért az kemény, az nálam mondjuk ennyire nem szokott így lenni. Csak most éreztem, hogy hogyan lesz jó a pálya, stb. Ezért volt egy picikét az rövid, de egyébként van úgy, hogy egyetlen pályára rászánok egy olyan 5 órát durván. De 3-at általában legalább. Nem, ez már nem kell rá, az már sok. Viszont mondjuk ezt így ide kihúzzuk. És mondjuk itt vezetjük le. De nem ilyennel. Hanem ezzel a duplással. És akkor ide föntre tudunk rakni egy ilyen izét. Kis nézőkabint. Ezeket itt átfestegetjük, hogy mutasson ez balra. Left. És ez is. És akkor ugye már lassan tényleg készen leszünk vele. De mondjuk csináljunk olyat ide, hogy... Nem oda. Így. És akkor mondjuk ilyenekkel összekötjük, nem kötjük össze a végét, mert nem tudjuk összekötni a végét. Így itt összekötjük, és itt pedig ez lesz a díszítés. Viszont ide még szerintem tudunk vigyeszteni egy jobbra táblát, illetve balra táblát. Így is van. Megnézzük, hogy ez hogy néz ki, mert ez azért egy picikét drasztikusabb. Lehet, hogy nem fog beleilleni a pálya összképébe. Már most látom, hogy az annyira nem volt szép. Itt folyamatosan jön. Nagyon különösebben nem észleltem, de nézzük meg replay-et. Az ott mondjuk ronda már most innét. És most sem szép. Ezt valószínűleg ki fogjuk szedni azt a részt, tehát az csak egy próba volt. Megint nem szép. Olyan túl nagy. Tehát az egész díszítés egy ilyen kicsikét ilyen átlátszós volt. Igen, nagy. Nagy és egybefüggő. Nem olyan, mint a pálya többi része. Úgyhogy nem élik bele a környezetbe Isten igazániból.
Akkor ide kitalálunk valamit. Mondjuk olyan ilyen lefele úttal. Így ide közébe rakunk egy ilyen nézőtéri cuccost. Jó, ide rakunk mondjuk egy ilyet, bár ez nem fog látszani ott, senki nem fogja szerintem figyelni, így inkább ide rakjuk. És bekötjük. Így ide. Beállítjuk, hogy villogjon nekünk balra. Jó. Ugye ott jelezni fogja nekünk az az előbb lerakott jobbra nyíl, hogy mi van. Ide lerakunk még mondjuk egy ilyen kis fejecskét. Gomba fejet. Ezt nem tudom, hogy tudjuk-e valahova kötni. De annyira nagyon nem. Úgyhogy most ez ilyen görbeszárú gomba lesz. Annyi szár mondjuk nem kell rá. Így. És oda se fogjuk tudni lekötni amúgy valószínűleg. Így is van, mert ott még az út tart. Úgyhogy akkor egyenlőre, így, és akkor mondjuk ide oldalra kihúzzuk, ami bár nem esztétikus, úgyhogy akkor az ott marad a levegőben. Jó. Elmentjük. Mentés, felülírás, oké. Okay. És akkor átrakjuk mondjuk nappali módra. Nem MyMaps, ugye Control, kattintás, szerkesztés, nappal. És az egész pálya ugyanaz maradt, annyi, hogy átkerült nappali módra. Csinálunk egy olyat, hogy kiszámítjuk az árnyékokat alapértelmezéssel. Na, közben el is készítette az árnyékokat. Innentől kezdve annyi dolgunk van, ugye szépen látszik, hogy már be van árnyékolva, hogy lehitelesítjük véglegesen. Nézzük, hogyan néz ki ez nappali módban. Szerintem így is egészen jól néz ki. De szemmel látható, hogy azért másabb. Máshol vannak az árnyékok, stb. Stb. Itt például nem nagyon volt árnyék. Vagy legalábbis kevesebb volt. Továbbra sem üres szinte sehol. Annyi, hogy itt még a végére azért egy picikét magasabb elemeket, mivel hogy azt elfelejtettem belekalkulálni, hogy az emelkedőn van. Így ide még azért rakunk egy pár cuccot.
és akkor mondjuk ezt ide kötjük. Nem, az már túl sok lenne. Ide kötjük csak. Így azt beállítjuk, hogy az balra mutasson. Zigny left. És szuper, mehet a hitelesítés. Viszont ennek mondjuk az volt az ára, hogy akkor utána még egyszer le kell futtatni az árnyékolást. De hát most annyi baj legyen. Az az egy perc, az belefér az életünkbe. Fura azért így még nappaliban, úgyhogy még egy pár kör kell ahhoz, hogy megszokjam. És egyébként, hogyha lehitelesítettük, meg újra számoltuk az árnyékokat, elmentettük, utána annyi dolgunk lesz csak, hogyha szeretnénk, akkor felrakjuk a Mania Exchange-re, és körülbelül így ennyi. Azt, hogyha úgy van, arról külön videót nem csinálnék, az azért nem egy olyan nagy bonyolult dolog. Azt, hogyha úgy van, hogyha valaki nem ismeri, nem ért hozzá, stb. Stb. Akkor az abban segítek, de egyébként gyakorlatilag fő elemeiben ugyanaz, mint a TMX. Csak picikét modellem kinézettel és TM2 mapokhoz. Azt mondom, hogy az jó lesz hitelesítő időnek. És akkor azt mondom, hogy elkészült a pályánk. Szerintem jól néz ki. És egészen jó kis pálya is lett talán. Véleményem szerint. De aki nem ért egyet ezzel, azt is megértem. Ugye egyből látszik, hogy az előbb a naplementénél 101 fény volt a közvetlen, itt 42, azért az hatalmas különbség. Szuper, akkor kész a pályánk, el van mentve, nincs más dolgunk, mint hogy felrakjuk a Mania Exchange-re, és játszunk rajta egy jót. Úgyhogy, aki megnézte ezt a videót is, annak köszönöm szépen a figyelmet, ismételten csak jó játékot, jó pályakészítést tudok nektek kívánni, és Petyka voltam ismételten, sziasztok!